Üdvözlet! Itt szavaztok, sziasztok, hajrá Loki! Loki Fehérvár vagy Videóton mérkőzés. Nem sokára kezdünk. Mik a várakozásaid? Hiszek abban, hogy meg lehet az egy pont. Csak de tartok tőle, hogy nem lesz meg az egy pont sem. Én csalódott lennék, ha nem szereznénk ma legalább egy pontot. Komolyan? Komolyan. A vidi ellen, ez ellen a vidi ellen. Igen, pontosan, hogy ez ellen a vidi ellen. Ezzel a DVSC-vel? Igen. Van kettő. Nem is értem, hogy még miért van ott, de egyébként értem, mert nem nincs pénz kirúgni. Félek, hogy belövik. Jó! Ez vissza, Janika! Ez vissza! Már késő. A régbe kellett volna tenni. Ha valaki segítsen már neki! Hát nem igaz! De senki nem segít neki! Hát 0-0 a szünet, és a játékkép alapján ez reális is, és én azt mondom, hogy ez a Vidima verhető lett volna. Nem játszanak jól egyébként ők sem, meg mi sem, de hát volt itt egy incidens a 40. perc után, ami után Zsuzsákot második sárgával kiállították. Tény és való, hogy a két lapot jogosan kapta meg, viszont elég látványosan faragták és provokálták a Vidi játékosok egész fél időbe, amihez ott kettő pedig szépen asszisztált, úgyhogy nem csodálom, hogy kicsit túl pörgött és eldurrant az agya. Felelőtlenség volt, de kellett hozzá a rossz bíráskodás is, én azt gondolom. Nem tartott a kézben Vad 2 a meccset. Hogy lehet elfogyni egy mérkőzést így? Nézzétek ezt vissza. Nem konkrétan egy-egy szituáció a lényeg, hanem az összhatás, az összjáték. Az, hogy csinálunk egy szabálytalanságot, sárgát, megcsináljuk el azt a Vidi játékosa, durvábban mehet tovább, vagy nem kap lapot. És amikor van egy csapatkapitány és szóvá teszi ezt, és utána a bíró még inkább, tehát hogy rátesz egy lapát, hogy igen, szóltál, hát akkor hagyom, hogy hadd rugdossanak, hadd idegesítsenek fel, ahogy csak lehet, aztán majd csodálkozok, hogy lerugod az ellenfelet, mert elkésel egy belépőnél, és úgy, hogy nyilván a helyszínről láttuk csak, nem, még nem látom a visszajátszást, de nem hiszem el, hogy ha ez a kétszer szabálytalankodott Zsuzsák, összesen a meccsen, kétszer, ellene vagy ötször szabálytalankodtak, és nem hiszem, hogy legalább az egyik szabálytalansága nem volt olyan, amire azt mondja, hogy figyelj, ha még egy ilyen van, akkor több ilyen nem. Miközben a videójátékosoknál, hogy ezt megteszi. Lukasz azt írta, hogy adható volt mind a két sárga. Én is úgy láttam, volna mondom, is a szabálytalanság várányjal szemben ment tovább. Adható lett volna, nagyon sok minden dolog mégsem adta. Tehát amikor egy oldal felé van állandóan az ítélet, azzal nem tudsz mit csinálni. Szembeszélek, húzózni nem lehet. Én is azt mondom, hogy nem a maga az ítéletet vitatom én sem, hanem azt mondom, hogy nem kellett volna hagyni, hogy idáig fajuljon a dolog, nem tartotta kézben a meccset Vad 2, és ennek ittuk meg most a levét. És nagyon sajnálatos, hogy pont Zsuzsákot vesztítettük el, mert az egyetlen volt a pályán a játékosaink közül, aki sebességben és gondolkodásban is felveszi a versenyt a Vidi játékosok, akik elég tompán játszanak, de látszik, hogy iszonyúan lassúak vagyunk hozzájuk képest, és ő volt az egyedül, aki fel tudta venni velük a versenyt. Hát ő már nem lesz a második félidőben. Nem sok jóra számítok őszintén, szóval innentől kezdve én a pontszerzést már bravúrnak értékelném.
félek tőle, hogy egyetlő javidés onnantól végünk van. Vivaldi nekem nagyon tetszett, Vivaldi játéka. Ő egyébként szinte minden meccsen jó, igen. És akinek a játéka pedig eddig nagyon rossz volt, az Ukrai és Ferenciket is lehetett. Ukrai mindent előzőzött. Ferenci az szabadon nem tudja átvenni a labdát. Akit kiemelnék még, bár vissza kell nézni a szituációt, az Déland. Bár tegyük hozzá, hogy sajnos Csicsák második sárgalapja előtt pont ő adta el a labdát, amire úgy Csicsák vissza akarta szerezni. De egyébként olyan mentései voltak. Volt pár megindulása, aminél szépen megindul, és utána elveszti a labdát, és jön a kontra belőle. Elvesztette, jött az ellentámadás, Csicsák oda lépett, sárga, piros. Úgyhogy érdekes. Az a mentése kielenít idézte. Ha tudatos volt, ha nem, neki szoktak ilyen elképesztő kapu előtti mentései lenni, hogy azt hinnéd, hogy öngól lesz, de pont nem. Hát nem tudom, hogy ezt mennyire így akarta, vagy véletlenül sikerült, de hatalmas volt. És hát Kosickinak is voltak bravúrjai. Ezt akartam mondani, hogy a félidő emberen nálam egyébként Kosicki volt. Hát nálam ettől függetlenül Dzsudzsák lett volna, de hát... Hát ezzel együtt nem lehet. Így már nem. Attól függetlenül elvesztette a fejét, nem lett volna szabad. De nagyon nehéz ezek, nagyon nehezek ezek a szituációk, mind a játékosnak, mind a nézőknek. És nem értem, hogy miért kell így tolni egy videóton, vagy hát lehet, hogy pont, hogy értem. De zárójelben ez bezárva. Meglátjuk, reménykedem én mindig a pontszerzésben, mert nagyon nehéz lesz. Hát az most már a maximum szerintem be reménykedtetünk. Ha valami csora folytán találunk is egy gólt, hát nem tudom, hogy ezzel a védelemmel egy emberrel kevesebben ki lehet ezt bekelni, félek tőle, vagy nem. Úgyhogy, hajrá! A végén is bejelentkeztünk, még addig is hajrálok itt. De már figyelj, már megy vissza, tehát ez már... Még nem tudja! Fastagon fogjon a ceruza! Kurva anyád! Beadás! Ajj, szöglet nem lesz! És még ők dobnak! Faszom! Jó van, elbasztad! Jó van! Ez egyértelmű az a végkép! Fiola! 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 Jó! Jó! Hol a labda? Azt a kurva. Támadjuk már meg! Baj van? Menjél Varga, menjél Varga! Ez az! Varga Józsi, hogy megcsinálta? Fasz kell visszanézni, mi? Ha kimegy, akkor vége, akkor meg fogja adni. Bassza meg!
belején. Macskos pelem! Kurva szar tizi volt, bazd meg! Most fújja le. Ez a véleményem röviden. Szép volt, fiú! Vége a mérkőzésnek 1-1. Meg volt az a hihetetlen vezetés, amit nem hittünk volna, hogy meg lehet. Nagyon a végén lett meg, és nem húztuk ki. És miért nem húztuk ki? Mert kapott egy tizit a Vidi is. Még most sem tudjuk, hogy mire, vagy nem tudom, hogy azóta van-e infód. Persze, jogos volt az a 11-es. Csak közben, szomorú vagyok. Csak közben a mezőnybe, igen, ezeket a faltokat nem fújt el a Viru, vagy ha mégis, akkor mi kaptunk érte a lapot, a Vidisek semmit. És mit fújt el egyébként, mit lehet tudni? Csak elkésebb fűzivadz előtt, azt hiszem. De nem is reklamáltak a Vidisek se, tehát... Nem igazán, mentek tovább, hogy szöbret jön. Kettő dolog az, ami eszembe jut ennek a meccsnek a kapcsán, próbálok higgadt maradni, nehéz. Az egyik az az, hogy az idén legjobb Loki teljesítményét láttuk, legalábbis 10 emberre is hatott el mindenki. Igen, heroikus teljesítményeket látunk, azt gondolom. Óriási respekt a csapatnak. Szép volt, fiúk! Ami eszembe jut, az pedig az, hogy ez volt, pedig láttam már egy-két csúnya meccset, ez volt az eddigi legbotrányosabb játékvezetői tevékenység az idei NB1-ben, és bár láttam már cifra dolgokat, de ennél durvábbat szerintem nem fogok látni, nem csak Loki meccsen, egész NB1-et tekintve. Legalább 3 piros elmaradt a Vidi játékosainál, én még mindig... Stopirának volt egy belépője, tán Gróf, igen. Grófot lerúgta. És ő kezdezett, igen. Fiolának előtte volt csúnya becsúszása, durvább, mint amire Zsuzsák sárgákat kapott. És utána kapott egy sárgát, így van. És kapott egy sárgát. Úgyhogy a többiről igen, tehát itt a bíráskorás kapcsán tényleg nem a piros kapott, nem a tiziket vitatjuk, nem hanem azt, amit visszanéztek, hanem azt, amit kettős mérce. A sárgalapok, a kettős mérce az, hogy a bíró az, aki felbosszantja Zsuzsákot. És tegyük hozzá, nem láttam az ismétlést, lehet, amiatt megváltozik a véleményem. De Kosicki ellen az is egy alattomos szabálytalanság igen, volt, igen. Hogy a bíró lefújja hamarabb, nem engedi rángatni a kapust, hát könyörgöm, kapustámadás egyből lefújja, nem várom tegyük hozzá, szerintem Kosicki butaságot csinált ott, hogy belement abba a cselekedésbe. De attól függetlenül ez egy sárgalap, egyből lefújjam, és akkor nem lép Kosicki rosszul, és nem sérül meg. És nagyon sok ilyen szituáció, Zsuzsák is azt elégelte meg, hogy rángatják fél órája. És vagy kettő meg, jó, hát hadd rángassák, nem baj. Majd, hogy elesik, lefújjam. Nem, szabálytalanság, fújjuk le. Arról nem beszélve, az is szerintem egyébként tévesítélet volt mindkét oldalon, amikor volt egy les helyzet, és egyből lefújták. Igen, az, igen, és az egyikből gól is lett, így van. Az első les gólunk, igen. Az a gyakorlat, hogy megvárom. Bemegy, utána megítélem, aztán megnézem. Még akkor is meg szokták várni, ha full egyértelmű. Akkor is. Igen. Tehát, hogy olyan szituációk voltak, amik nem mondom azt, hogy bírói műhibák, hanem bírói tévedések, és a videótont ismerve, meg a magyar focit ismerve, az a baj, hogy én nem csak szimpla tévedésnek érzem ezt, de többet nem akarok erről ezen kapcsán mondani. Vissza kell néznem nekem is az esetet, most itt nagyon, nagyon bosszantó az egész, de nagyon büszke vagyok a csapatról, hogy beszélünk a jó dolgokról. Debrecen 10 emberre, igaz, egy szar videótonnel szemben, tehát ez nem tudom Szabicsot, én ezek után úgy elzavarnám. Hát, ugye a 7 éve nem vettük meg őket, de a 7 év alatt én ilyen rossz Vidit nem láttam, ezt eljük hozzá. Nem csak ellenünk egyébként sem, tehát ez botrányosan rossz volt, hogy 10 emberrel kijövünk, és lefocizzuk őket a... Igen, hát nagyon vitt minket elején. A hév, és ott azért 15 percig nem látszott az ember hátrány. Lesről még egy gólt belőtt, Les volt, ez van, nem a döntetlen a bajom, azt mondtam is az elején, hogy aláírnem egyből, hanem ez a játékvezetés. És úgy megyünk haza, hogy bosszankodunk, mert egy olyan bírói játékvezetés látunk, ami nem normális. Na, Szemi, hogy láttad, mit gondolsz erről a bíráskodásról, kinek a kurva anyját, hányszor? Mindenkinek a kurva anyját. Ez egy érzelemdús meccs volt, majd látni fogjátok a vlogba is, hogy a gólunknál hát elvesztettem a hangomat egy pillanatra, úgy üvöltöttem, mert tényleg elég tétel volt az, hogy vezetni tudtunk. Nem lett meg a győzelem, de szerintem ez az egy pont, ez most többet ér, mint egy szimpla egy pont.
mondtam, én aláírtam volna, tehát a pont az nagyon jó, a mutatott játék nagyon jó, azt sajnálom, hogy ebben a meccsben benne volt, a második fél alapján, 10 emberrel is, igen. Az a vicc, ez az érdekes, az durva, benne volt. És nem állítja ki Dzsudzsákot, nyilván sok a ha, sok a ha. Az a baj, nincs olyan ha, hogy azt mondom, hogy dehogy ha. Ilyen bosszantó mini fújások, amik mind ellenünk irányultak, minden, és mindenből mi jöttünk ki rosszul. Ez az, amit nem tudok hova tenni. Úgyhogy ez van, az egyetnek örülök, majd még emészgetjük. Meg hát értékelünk, én fogok cikket írni, majd aztán megyek hétfőn semlegesbe, addigra visszanézünk minden vitatott szitut, de ez egy felkavaró mérkőzés volt, és tényleg... Ezt még lehet, hogy nem is ülök neki az ÖF-nek, hanem itt le kell higgadnom egy napot, mert ez brutális volt tényleg, úgyhogy lesz majd itt minden erről, ami szemszájnak ingere, úgyhogy találkozunk majd. Köszönjük, hogy velünk tartottatok! Hajrá, Loki! Szuszon továbbra is, piros-fehérek! Szevasztok! Hello! Cső!